Köszöntöm a nézőket. A köztérben Porkoláb Imrével beszélgetek, a Mátyás Corvinus Kollégium vezetőképző akadémiájának igazgatójával, aki egy előadást tart itt a Megyeházán, a Biztonságpolitikai Akadémia keretében. Köszöntöm. Jó estét kívánok. Ugye mondtam, hogy a vezetőképző akadémiának az igazgatója, de hogy mi is ez a vezetőképző, azt azért mondjuk el a nézőknek. Egy picit távolabbról kezdeném, az MCC, a Mátyás Corvinus Kollégium az 25 éve létezik már, és nyújt kiegészítő tudásmenedzsment képzést a fiataloknak, egészen egyébként 12 éves kortól megszólítunk már fiatalokat, de aztán vannak középiskolás programok, és a későbbiek pedig egyetemi programok. És a vezetőképző az egyetemi programoknak a csúcsa vagy utolsó állomása, ahogy tekintünk rá. Alapjában véve, amikor egy évvel ezelőtt átvettem ezt a területet az MCC-ben, akkor ez arról szólt, hogy negyed-ötöd éves egyetemisták, akik egyébként jártak valamilyen egyetemre, azok az MCC-ben egy kiegészítő képzés keretében tanultak olyasmit egyébként, amit szinte egyetlen egyetemen sem találnak meg. Ekkor viszont kaptam egy olyan feladatot, hogy csináljunk egy akadémiát. Ez pedig egy egyéves intenzív képzés, ami most szeptembertől indult be, és néhány hallgatóval folyamatban van jelen. Is. És ahogy az előzetes beszélgetésünk alkalmával elmondta, ez egy tényleg egy gyakorlatorientált foglalkozásokat, kérdéseket magában rejtő akadémia. Így van. Ugye én nem szeretem, nagyon sokan ilyen MBA programokhoz meg egyebekhez hasonlítják, de én el szeretném mondani, hogy ez nagyon más, mint egy MBA több tekintetben. És itt elsősorban ugye 20 évesekkel foglalkozunk. 21 és 29 év között van, aki az akadémiára jár életkorban, tehát hogy nem 35-40 évesen kapják meg az emberek azt a lehetőséget, hogy kapjanak tényleg nagyon komoly vezetői készségfejlesztést, ami gyakorlatorientált, hanem már a karrierjük kezdetén. Tehát egyfajta ilyen kísérletről is beszélhetünk, amikor a fiatalok még mielőtt elkezdenék az életútjukat, de egyfajta gyorsító pályára kerülhetnek. Másrészt pedig ez nem elsősorban egy bizniszfókuszú dolog, hanem sokkal inkább közéleti, és olyan készségeket fejlesztünk ezen az akadémián, ahol későbbiekben nyilván a for-profit területen is, de akár egy non-profit vagy kormányzati területen is tudják ezt kamatoztatni. Hogyan lehet előhívni ezeket a rejtett készségeket, képességeket? Pontosan az, hogy személyre szabottan és gyakorlatorientáltan tekintünk a hallgatókra. Eleve az akadémián nagyon alacsony az úgynevezett létszám, 15 fővel fut most ez a program, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg egyéni szintre megkeressük, ahogy én szoktam mondani, a szuper képességeit a hallgatónak, és erre ráépítve megpróbáljuk belőle tényleg a lehető legtöbbet kihozni, és aztán mindenféle olyan dolgokat is tanítunk neki, hogy tud csapatot építeni maga köré, hogyan tud bizalmat ébreszteni az emberekben, majd ahogy egyre magasabb szintre megyünk, megérti a szervezeteknek a működését, és ahogy én szoktam fogalmazni, egyfajta gálvállalati gerillaként, de jó értelemben véve, hogyha egy szervezethez megy, akkor képes egy változási folyamatnak az élére is állni. És én úgy tudom, hogy ilyet senki nem csinál, legalábbis a környékünkön biztosan nem, és óriási szükség van ezekre a vezetőkre. Nagyon sok szintű stratégiai vezetővel beszélgettünk, és szinte mindenhol keresik az ilyen szemléletmóddal és módszertannal rendelkező embereket. Igen, mert az ember azt gondolná, hogy behelyezkedik egy munkahelyre, és ott sajátítja el a bizonyos képességeket a vállalaton belül, vagy a vállalkozáson belül. Ugye itt nem erről van szó, de egy kicsit, hogy a gyakorlatot hogyan tapasztalják meg a diákjaik, azt kicsit példákban mutassa be nekünk. Igen. Eleve vannak tantárgyak nálunk is, de ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy egyetemen. Nem az van, hogy tanulnak sokáig, majd a vizsgai időszakban például levizsgáznak belőle, hanem heti gyakorlati leadandókon keresztül, kis csoportos beszélgetéseken át, könyvklubokon át, illetve olyan behívott vállalati, közéleti vezetőkkel való személyes beszélgetéseken keresztül sajátítják el és mélyítik el ezeket az ismereteket, ami egy sokkal maradandóbb tudást eredményez. Rengeteget utazunk egyébként, és a Kárpát-medence számos régiójában, de egyébként Európában is rengeteg túra is el fogunk jutni, pontosan azért, hogy szélesítjük a szemléletmódját a hallgatóknak, akik részt vesznek ebben a programban. Ezen felül van egy nagyon-nagyon komoly úgynevezett önfejlesztő vonal is benne, amit csúcstechnológiával támogatunk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy például neurofiziológiai felméréseket hajtunk végre, majd kapnak képzéseket, és utána visszamérések vannak, és megint csak ugye személyre szabottan látják, hogy abból a rengeteg mindenből, amit tanítunk neki, ami lehet akár egy légzéstechnikai módszertan, egy alvás minőségjavítás, egyszerű dolgokra kell gondolni, de rengeteget tud hozni egy vezetőnek a teljesítményén, és később ez a sikerben is megmutatkozik.
Erre az akadémiára egyébként kik jelentkezhettek? Mindenkit felvettek, aki jelentkezett? Nyilván nem vettünk fel mindenkit, mert óriási volt a túljelentkezés, de bárki jelentkezhetett az akadémiára. Tehát, hogy most is meg fogjuk hirdetni a programot februárban, és egy háromkörös felvételi rendszerben fogjuk kiválogatni azokat a legtehetségesebb fiatalokat, akikről úgy gondoljuk, hogy illeszkedni tudnak ehhez a programhoz, hiszen ez nagyon eltér attól, amit egy hagyományos oktatási intézményben, illetve egyetemen csinálnak, és ez egy nagyon intenzív program. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy erre tényleg, hogyha az akadémiára jelentkezik valaki, akkor erre úgymond rá kell, hogy tegye azt az egy évet, hiszen akkor tudja a legtöbbet is kiszedni belőle. Viszont azt is hagyd mondjam el, hogy van egy vezetőképző programunk, pontosan azoknak a hallgatóknak, akik viszont egyetemre járnak, vagy dolgoznak mellette, ők bizonyos modulokat kapnak meg ebből a képzésből, tehát nem ennyire intenzív, ott sokkal kevesebb idő ráfordítással, de úgymond kóstolót kaphatnak azokból a programerekből, amiket az akadémián teljes egészében, ugye az egész tortát megkapják. Van-e értékelés egyébként itt az akadémián? Tehát tudom-e én ez alatt az egy év alatt, hogy hová jutottam el? Igen, rengeteg értékelés van. Tehát, hogy minden tantárgyban is személyes visszajelzések vannak, és mérések alapján tudja megnézni a hallgató, hogy mennyire tudott haladni. Illetve hát profi szakemberekkel dolgozunk, akik megint csak azt teszik, hogy személyesen értékelik a hallgatók teljesítményét, de ezen túlmegyünk. Ők egy gyakorlati szituációkba helyezzük. Mondok egy másik gyakorlati példát, amit csinálunk. Üzlet szervezeti problémák megoldásával foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy az MCC partnerei hoznak egy valós életből vett szervezeti problémát. És erre kis létszámú hallgatói csoportokat alakítva megpróbálunk válaszokat találni. Mentorok segítik, módszertannal segítjük a hallgatóknak a munkáját, de igazából ők saját maguk azok, akik a vállalat képviselőivel is, illetve más szakmai emberekkel együttesen, közösen megpróbálnak megoldást találni erre a problémára. Én úgy gondolom, hogy ez is egy egyedülálló módszertan, amit viszonylag kevés helyen csinálnak. Ugye itt a Matthias Corvinus kollégiumnál nagyon sok jó dologgal foglalkoznak, és nem csak a jelennel, hanem a jövővel is. Igen, igyekszünk a jövőbe tekinteni, és én úgy gondolom, hogy a nevelési stratégiánk is azokat a modern elveket tanítja, ami tényleg sikeresebbé teheti a fiatalokat, és segíti őket a boldogulásban majd az életben. Illetve azzal, hogy azokat a tananyagokat, illetve készségeket igyekszünk fejleszteni a hallgatókban, amelyeket máshol nem, vagy más oktatási intézményekben nem tanítanak, ezzel egyedülállóvá válik ez a program. De ezen túlmutat az, amit csinálunk. Például a KOKÁért egy Flow kutatóintézet felállításába is belefogtunk, ami mögött egy nagyon komoly kutatói hálózat áll, tehát hogy neves magyar és nemzetközi kutatók is benne vannak ebben a hálózatban. De ennek az egésznek az a célja, hogy technológiai fejlesztésekkel együtt megpróbáljunk jövőbe mutató képzésmódszertanokat letesztelni, és a későbbiekben pedig alkalmazni. És már nagyon jó eredmények vannak ilyen pilot tanfolyamokból már most is. Ugye a mai előadás a Biztonságpolitikai Akadémián belül van egyébként. Már a címe is érdekes, hogy a változás ereje, hogyan fejlődjünk kiszámíthatatlan környezeti viszonyok között. Hát ugye az ember, amikor ezt elolvassa vagy hallja, akkor így sok minden eszébe jut, de miről is szól akkor ez a mostani előadás? Ugye az üzenet az lenne, hogy el kell fogadnunk azt, hogy egy folyamatosan változó környezetben élünk. Az ember ösztönösen arra törekszik, hogy megpróbál a biztonságra törekedni, és visszagubózni ugye a komfortzónába. Egy picit, ha megkérdeznék embereket, szeretnék visszaforgatni a pandémia előtti időszakba az időkerekét, ez sajnos nem lehetséges. Ha viszont egy ilyen szituációban vagyunk, mint ami a jelenlegi kiszámíthatatlan és bizonytalan helyzet is, akkor mihez kezdünk vele? És a makró szinten, tehát az egyéni szinten is szeretnék arról beszélni, hogy milyen módszerek vannak, amikkel tudjuk azt segíteni, hogy jobban el tudjuk viselni ezt az élethelyzetet, de egészen stratégiai szintig szeretnék felmenni, tehát hogy hogyan tudunk egy szervezeti változást is akár végrehajtani egy ilyen körülmény között, ahol nagyon-nagyon nehéz kommunikálni, nagyon-nagyon nehéz célokat kitűzni, hiszen a jövőbe tekintés, illetve a tervezés az majdnem, hogy ellehetetlenedett manapság. És hogyha az egyént nézzük, akkor hogyan tudjuk elviselni, vagy hogyan tudjunk alkalmazkodni a folyamatos változáshoz, ami tényleg azért a világunkat jellemzi? Erről részletesen szó lesz az előadásban, de én úgy gondolom, hogy az úgynevezett időmenedzsment módszerek helyett energiamenedzsmentet kell alkalmaznunk, és ezt a személyes példámon is keresztül is tudom, hogy én sokáig próbáltam tényleg minél több dolgot belezsúfolni egy napba, vagy ugye tovább dolgozni és korábban fölkelni, de ennek ugye nagyon sokszor a kiégés lesz az eredménye, és rengeteg ember szembenéz ezzel a problémával manapság, tehát ez egy zsákutca.
Az energiamenedzsment egyébként arról szól, hogy napközben is megnézzük, hogy mik azok az időszakok, ahol tényleg 120-130%-ot kell teljesíteni, de köztes időszakokban megpróbálunk beiktatni olyan periódusokat, amik feltöltenek bennünket, és akkor nem az van, hogy a délutáni meetingen már leesünk a székről, vagy amikor hazamegyünk, és mondjuk a gyerek jön, hogy játszom velünk, mert egész nap nem találkoztunk, akkor már jártányi erőnk sincs, és nincs energiánk. Tehát, hogy ezáltal nem csak a munkahelyi elismertségünk, elkötelezettségünk javul, hogyha ezeket a módszereket alkalmazunk, hanem úgy önmagában véve talán az életünk is, és a bőrünkben is egy kicsit jobban fogjuk érezni magunkat. És hogyha az ember úgy van, hogy tényleg így a nap 24 órája lenne elég arra, hogy tényleg a munkáját elvégezze majd a házi munkáját, mondjuk ez férfiakra nem annyira nagyon jellemző, de a nőkre igen, ha úgy érzi, hogy nem tudja hova beiktatni ezt az energia, nem tudom részt, akkor viszont eljuthatunk tényleg a kiégésig? Ez azt hiszem, hogy rengeteg embert fenyeget, illetve már ott vannak, vagy a határán, vagy például én nagyon sok olyan embert látok, aki egyértelműen a kiégés jeleit mutatja. És ez nem csak nagyon negatívan befolyásolja a teljesítményét a munkahelyen, de azt hiszem, hogy az élet valamennyi területére kihat, illetve későbbiekben pedig komolyabb esetek is kialakulhatnak, és komoly egészségügyi kockázatokkal is jár. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy ez nem egy HR szintű probléma, amit tréningezni kellene, hanem tényleg egy szervezetvezetői, tehát egy CEO szintű probléma, amivel nagyon komolyan kell foglalkoznunk. Egyébként külföldön ezt számszerűsíthetően is kimutatták, hogy ha egy vállalat ezekkel az úgynevezett well-being módszertanokkal jobban foglalkozik, jobban odafigyel az emberekre, és törődik is komolyan velük, illetve megtanítja őket olyan stresszkezelési módszertanokra például, amelyekre akár időt is biztosít napközben, ez később számszerűsíthetővé is válik, tehát hogy ténylegesen jobban teljesítenek az emberek, és nem csak, hogy nem veszítik el őket, és elkötelezettebbek lesznek, de a jobb teljesítménynek köszönhetően ugye a vállalati teljesítmény is javulni fog. Hogyha mondjuk én nem vállalattagja vagyok, de érzem magamon, hogy már kiégés tünetei vannak, akkor hová kell fordulnom, hogy ezeket a technikákat elsajátítsam, vagy azt, hogy tényleg megtaláljam azokat a kis energia, nem tudom, minek nevezte szinteket, hogy ezt beépítsem az életembe? Szerencsére rengeteg mentálhigiénés szakember dolgozik. A probléma általában ezzel a területtel az, hogy ők problémákat és betegségeket kezelnek. Tehát, hogy megvárják azt, amíg valakinél már akut tünetek jelentkeznek, és ezt próbálják vagy gyógyszeresen, vagy valami más módszerrel kezelni, ami véleményem szerint megelőzhető lenne. És hogy egy kis reklámot is csináljak, és ezt majd akkor kivágják, hogyha nem ideillik, de hogy pont most jelenik meg a harmadik könyvem egyébként, amit a feleségemmel közösen írtam, aminek az a cím, hogy Vállalati gerillák, változtass, vezess a káosz küszöbén, amiben 4 arhetipuson és 20 küldetésen keresztül, de több száz ilyen módszert osztok meg, amiket akár valaki, hogyha kísérletező kedvű, de ki is tud próbálni. És én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan területet találnak majd az emberek benne, ami felkelti az érdeklődésüket. Ugye itt a Vezetőképző Akadémiának az igazgatója, és azon ezért tartja az előadást is, de mi határozza meg, hogy milyen egy jó vezető, milyennek kell lenni egy jó vezetőnek? Bárcsak tudnám. Tehát, hogy ez megint csak egy olyan dolog, amire én úgy gondolom, hogy nincs általános érvényű szabály, hiszen ez egyrészt helyzetfüggő, másrészt pedig nagyon függ az adott vezetőnek a habitusától és az eszközkészletétől. Tehát, hogyha mégis választ kellene adnom erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy eszközkészlettel rendelkezik. Tehát, hogy nagyon sok mindenből tud válogatni, és a megfelelő eszközt veszi le egy adott szituációban a polcról, és képes azt átültetni a gyakorlatba. És nem csak egyféle módszertannal vagy szemléletmóddal megy vele minden szituációba. És pontosan ezt igyekszünk a hallgatóknak megmutatni. És hogyha a munkatársakat nézzük, akkor velük például milyenek kell viselkednie? Én úgy gondolom, hogy a főleg a jelenlegi helyzetben, amikor nagyon kiszámíthatatlan a helyzet, akkor sokkal toleránsabbnak kell lenni, és óriási hangsúlyt kell fektetni a kommunikációra. És ez a vezetőtől egy nagyon komoly bátorságot követel meg, hogy oda tudjon állni, és azt mondja, hogy nem tudom. És ezt őszintén képes legyen megtenni, hogy a jelenlegi helyzetben vannak bizonyos kérdések, amikre nem tud választ adni, viszont mégis kommunikálnia kell. És a kommunikáció pedig azt jelenti, hogy a következő egy hétre vagy egy hónapra viszont nagyon határozottan irányt kell mutatni az embereknek, és el kell mondani, hogy miért így döntött, és esetleg, hogyha mégis irányt módosítunk közbe, akkor megint őszintén oda kell, én úgy gondolom, állni eléjük, és meg kell mondani nekik, hogy miért történt ez az iránymódosítás. Köszönöm szépen, hogy a Köztérben a vendégünk volt. Egy kicsit megismerhettük a Vezetőképző Akadémiát, illetve a kicsit az előadásába is betekinthettünk így a beszélgetés által. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves nézőink, a köztérben Porkoláb Imrét láthatták, hallhatták, a Mátyás Corvinus Kollégium vezető akadémiának igazgatóját. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!